Befejezetlen mondatok. Érzékenyítő műsor a nehéz helyzetekben. Mi jelentheti a kiútat, az erőforrást egy-egy veszteséghelyzetben? Mit mondjak? Hogyan mondjam? Hogyan tovább? A Befejezetlen mondatok című műsor lélekbeszélgetések révén olyan szemléletekbe és technikákba enged betekintést, amely a rugalmasságra, az elégedettség megtalálására fókuszál. Ha nyugalmat keresel, vagy napi csodát szeretnél csempészni a mindennapjaidba, tarts velünk, a Befejezetlen mondatokra válaszokat találva. És miért ne éppen most? A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Porkoláb Gyöngyi. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Befejezetlen mondatok következő epizódjában. Hát nagy öröm számomra azt jelezni, hogy itt üzelem szemben Máté Roland. Hello, hello, szia! Neked nagy öröm, mert nagyon rég találkoztunk, és amikor találkozunk, azt tudom, hogy mindig ilyen impulzív, intenzív, jókedvű, úgyhogy nagyon vártam. Most nagyon köszönöm, hogy meghívtál ebbe a műsorba. Úgyhogy tényleg nagy szeretettel köszöntelek, meg nagy várakozással is vagyok a mai beszélgetéssel kapcsolatban. Ugye újságíróként, műsorvezetőként dolgozol, vagy lehet téged ismerni, meg hát van az életednek egy másik aspektusa, ami kapcsán esetleg valakik megismerhettek, és akkor annak apropóján tudták meg, hogy tulajdonképpen te műsorvezetőként és újságíróként is dolgozol. Azoknak talán, akik nem hallottak még, vagy nem hallották ezt a műsort, meg neked is előzetesen, hogy megpróbálunk olyan kapaszkodókat adni a hallgatóknak, a követőknek, akik azt érzik, hogy bizonyos elakadásokkal küzdenek az életük során, hogy ezek lehetnek munkából, magánéletből adódó nehézségek, illetve hát olyan veszteségek, amiknél az ember néha azt érzi, hogy elveszve van a mindennapokban, és hogy talán ezekkel a személyes történetekkel tudunk valami segítséget adni, úgyhogy mi valóban ismerjük egymást jó néhány éve, tehát lehet, hogy komolyabb és tényleg érzékenyebb témákról is közvetlenül fogunk tudni beszélgetni. Lehet, hogy szokatlan dolog, amivel én kezdeni fogom, hogy van még egy közös pont az életünkben, az pedig vésztő. Nem mondod, tudom, hogy van közös ismerősünk vésztőn. Igen, azt tudom, mert hogy te vésztői igen, vagy. Békés megyében egy kisváros. Így igen, van, igen, igen. Így van, és amikor én a harmadik diplomámat csináltam, kulturális menedzser, akkor ott megismerkedtem egy hölgyel, aki azóta a barátnőm lett, ő Rábai Szilvinek hívják. Igen, mi erről már beszéltünk. Igen, és igen. Nagyon érdekes az élet ezekkel a véletlen találkozásokkal. Máté Roli vésztőinek érzi még magát? Vagy szegedi, vagy budapesti, vagy mindenhol otthon érzed magad? Hol érzed otthon magad? Nagyon érdekes, mert ugye én 18 éves korom óta lényegében Szegeden élek. Tehát, hogy lényegében már most annyi ideje élek Szegeden, mint amennyi ideig voltam vésztő. Tehát pont most vagyok 36. Tehát ha hazamegyek, az a vésztő. Ha otthon vagyok, akkor Szegeden vagyok, itthon vagyok. Tehát, hogy mind a két helyen azt érzem, hogy otthon vagyok, de nyilván nekem a családom vésztő van. Tehát a haza, az mindig Békés megye marad, és az mindig vésztő lesz. De egyébként nincs olyan hely, ahova én elmegyek, hogy ott ne érezzem egy kicsit otthon magam. Ez legyen külföld, legyen Magyarországon bármilyen rész, mert szeretem magam jól érezni, és nem feszengeni abban a légkörben, ahol én ott vagyok. Vagy ha tudom, hogy olyan helyre kellene menni, ahol feszengek, akkor nem megyek el. Tehát, hogy de az otthon, az vésztő, igen, vésztő, abszolút. Vésztő. Meg hát amit hallottam, hogy most nagyon szép a karácsonyi vásár is talán. A legkritikusabbak is azt mondják, hogy most tényleg megnézem. Most karácsonykor úgy is megyek az a családhoz, úgyhogy meg fogom nézni. Jó néhány száz métert sétáltunk, amíg leültünk erre a helyszínre, de hogy ugye te elveszítetted a fél lábadat, és tulajdonképpen ez az a krízis helyzet, amiből újra felállva tudtál új életet kezdeni. Olyan ember ül itt most velem szemben, aki nem pusztán műlábbal közlekedik úgy, mint bárki más, hanem te sportolsz is ezzel. Igen. Akkor most így billegtél ide-oda. De mindjárt fogunk beszélgetni, de hogy egyáltalán ezelőtt, a esemény előtt, hiszen ez nem egy baleset volt, hanem mindjárt elmondott, hogy mi történt, ezelőtt a sport meghatározó része volt az életednek? Nem. Figyelj, tehát hazudhatnék. Olyan szinten volt meghatározó, hogy szerettem konditerembe lejárni haverokkal, biciklizni. De az, hogy trendi volt. Hát ez olyan trendi volt, persze. Biciklizni nagyon szerettem, tehát az mindig bennem volt, meg hát nyilván a hiúság miatt ilyen kardiós edzéseket végeztem, illetve lejártam. Meg ott lehetett a lányokat stírolni, hát ne viccelj, persze, a legjobb fejjelre. Mert hát tollaslabdáztam, vagy néha fallabdáztam, de tehát, hogy én azt kijelentem, hogy nagy sportember voltam, hazugság lenne. Nem. Mindig szerettem volna az lenni, de nem. Szerintem kb. Ilyen átlag szinten műveltem a sportot. Mai napig így van, hogy néha így elkap a gépszi, és akkor minden reggel szeretek edzeni. Akkor reggel 40-50 perc kardió, ez mai napig megvan. Akkor így elkap, és akkor fekvőtámasz, hasazás, bicikli, minden. És akkor utána két hónapig nem. És utána megint elkap. És ez viszont a bicikli mai napig az életem része, mert én például Szegeden mindenhova biciklivel megyek, dolgozni is biciklivel megyek, a Balaton körül tavasszal, nyáron, ősszel szeretek biciklitúrákat csinálni, tehát hogy a bicikli az nagyon felértékelődött az életemben, pláne azóta, mióta
nincs meg a lába. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, de erről majd beszélek, hogy, hogy miért lett még fontosabb. Ilyen szinten van jelen az életemben a sport. Melyik lábadról beszélünk, bal lábamról, melyik nincs meg? A bal lábam a térd alatt kellett amputálni 4 évvel ezelőtt. Négy, hihetetlen. Tehát, nagyon, mert hihetetlen. Amikor először meséltél erről, akkor ezek szerint az olyan 3 éve igen, volt, mert igen. Az akkor voltál 1 éve tulajdonképpen. Igen. Hát most már 4 éve. Négy éve történt. Ezárodott az artériám 4 évvel ezelőtt. Hát ez ilyen derültékből villámcsapás volt, tehát hogy igazából nem, erre nem lehet felkészülni, de én nagyon örülök annak, hogy ez derültékből villámcsapásként jött. Én az egész életemet úgy érem, hogy ilyen gyorsan, hirtelen, és én nagyon örülök, hogy erre nem volt időm felkészülni. Mert lett volna időm készülni, hogy lehet, hogy elveszítem a lábam, vagy lehet, hogy meghalok, akkor lehet, hogy jobban rástresszelek. Itt arról volt szó, ugye, hogy volt nálam egy házi buli, egy péntek este, egy nyári este, elmentünk szórakozni, és ezen a szórakozó helyen már lefejeltem a mosdóhagylót. Ott már érezted, hogy valami nem oké veled? Ott megijedtem nagyon, mert hirtelen nem láttam, és beütöttem a fejem. Ittam alkohol, de nem voltam részeg, tehát és nem kábítószereztem, tehát hogy nem volt ilyen dolog. Én akkor azt gondoltam, hogy lehet, hogy valaki valamit tette az italomba, vagy elfáradtam, és én ott nagyon megijedtem, és akkor hazamentem taxival. És én nem is szóltam a barátaimnak, hogy én most elmegyek erről a szórakozó helyről. Én másnap mentem dolgozni, nekem egy országos televízió híradójában dolgoztam, és nagyon furcsa az élet, mert én akkor egy élő bejelentkezésem volt a déli híradóban, egy temetőből, mert iszonyat viharkárok voltak, és erről kellett egy helyzetjelentést adni, és ott már a kollégák mondták, hogy kicsit Roli olyan valami, állandóan nem tudom, olyan úgy vert a víz, tehát hogy, de nem volt semmi olyan dolog, amire az ember azt gondolta volna, hogy probléma. Egyébként lehet, hogy aznap este, amikor valaki lefejeli a mosdókagylót és érez egy ilyet, akkor lehet, hogy be kellett volna menjek a klinikára. Nem tudom, hogy be kellett, lehet, hogy be kellett volna menni. De nem tulajdonítottam. Ez csak utólag Ez már így alakult. Igen, tehát hogy nem tudom. És hazamentem a munkahelyről, és nálam voltak Békés megyéből, Vésztőről is barátok, és mondták, hogy ők bemennek Szegedre a városba, szétnéznek, mondtam, menjetek, én lefekszek egy kicsit pihenni. És arra ébredtem, nagyon görcsöl a derekam. Hát görcsöl, oké, és körülbelül 3 perc múlva már görcsölt a bal lábam, majd a jobb lábam, és körülbelül 10 perc múlva iszonyat fájdalmaim lettek. És akkor éreztem, hogy az itt valami nem oké, gyorsan vettem be kálciumot, káliumot, magnéziumot. Én akkor jártam TRX-re, és az edzőtől kaptam ilyen magnéziumport. Elmondom lehet, hogy egy kicsit, de akkor már éreztem, hogy valami nagyon nem oké. Akkor még talpra álltál, még akkor talpra álltam, igen, de akkor már éreztem, hogy valami nem oké. És akkor gyorsan elkezdtem a lábaimat a zuhanyzóba meleg-hideg vízzel játszani, mert kezdtem azt érezni, hogy kezdem nem érezni, és amikor jöttem volna ki a zuhanyzóból, a nappalig jutottam, és ott már hasra estem. Soha többet nem tudtam használni a lábaimat, és elindult egy elképesztő hajsza. Én nekem ilyen fájdalma nem tudom, hogy volt az életben. Ömlött rólam a víz, nem tudtam már fölkelni a padlóról, akkor fölhívtam a barátaimat, hogy figyeljetek, gyertek haza, mert itt valami nem oké. Hazajöttek és látták, hogy tényleg nagyon nem oké, mert már a póló, a nadrágunkból ömlött a víz, és elkezdtek masszírozni mindkét lábamat, és a deréktől lefele az egész testem görcsbe volt. És akkor már fölhívtuk a mentőket, a mentők mondták, hogy vegyek be kálciumot, és mondtam, ezen túl vagyok. Oké, fél óra múlva újra hívtuk őket, és akkor harmadjára is hívtuk már, de akkor már nagyon gáz volt, és akkor már a barátom nagyon erélyes volt a mentősök, hogy na most tényleg itt gáz van. Jöttek a mentősök, megnéztek, és akkor az akkori orvos, ez nagyon előttem vannak ezek a percek pörögnek, azt mondta, hogy itt valami nagyon nem oké, és gyorsan megnézték a lábamba a keringést ezzel a kis műszerrel, ami már jelezte, hogy nincs keringés a lábaimba. Azonnal rohanmentőt hívtak, és hát eltelt itt olyan 2-3 óra hossza, és innentől kezdve a szegedi klinikán vagyok, a sürgőségén, ahol elindult a CT, elindult az ultrahang, elindult minden, és egyre inkább nem vagyok észnél. Tehát, hogy itt már a fájdalomtól meg mindentől. És megkértem a barátaimat, hogy a családomnak ne szóljanak, mert tudtam, hogy ők Békés megyében vannak, és Szegeden, és tudtam, hogy mennyire szeretnek, és ugye azt mondják, hogy én kórházban vagyok, de figyeljetek, akármi is történik velem, megoldjuk, holnap majd fölhívjuk őket, de én közben ugye már nem tudtam, hogy itt mekkora a baj. És akkor arra emlékszek a következőképpen már az, hogy kaptam injekciókat, fájdalomcsillapítókat, a következőképpen pedig az, hogy hát közlik velem, hogy vérrögök vannak a szervezetemben, nem egy, hanem rengeteg, hastól lefele, műteni kell. De én akkor se fogtam föl, hogy ez mit jelent. Vagy hogy mondtam, hogy oké, hát akkor megműtenek és menjünk tovább. És arra emlékszem, hogy amikor már toltak a műtőbe, akkor édesanyám ott volt mellettem és nagyon sírt. És mondtam, hogy ne sírj, nyugi, megműtenek, szerdán már megyek dolgozni. És azt vettem észre, hogy körülöttem rengeteg ember van. És én akkor se fogtam föl, hogy mi történik, én azt hittem, bevisznek a műtőbe, kihoznak és kész. Bevittek, kihoztak, de sajnos az első műtét nem sikerült úgy, ahogy kellett volna. 4 óráig voltam bent a műtőbe, hát akkor még combtőbe felvágtak. Hát gondolom, hogy egy érműtét volt. Igen, illetve combműtét volt, és akkor ezután a műtét után viszont életem black pokoli órán jöttek. Iszonyat fájdalmaim voltak, és egy újabb műtét következett, de akkor már nem nagyon voltam észre, bevittek másodjára a műtőbe, és ez a műtét sem sikerült. Akkor viszont már tudom, hogy itt sípcsontba kellett szétnyitni a lábamat, combat,
tehát hogy ott már volt, ez is több órás műtét volt, és ezután rohamosan romlott az állapotom, és akkor már éreztem, hogy valami nagyon nem oké, már az intenzívre kerültem, és az intenzíven jött az orvosom, aki, és itt már elvesztettem az időérzéken, fogalmam nincs, hogy itt meg, tehát hogy itt egy nap leforgás alatt történik minden, akkor szólt, hogy annyira romlik az állapotom, hogy amputálni kell, mert ha nem, akkor meghalok. És én azt mondta, 1% esélyem van, és akkor én még akkor is bíztam az 1%-ba, és akkor édesanyám és az akkori kolléganőm ott volt, és mondták, hogy figyú, lehet élni. És oda jött egy doktornő, aki mondta, hogy ne szórakozzak, 1%, és hogyha nem jön össze, ugyanúgy megműtenek, de akkor már lehet az életemért küzdeni, és akkor kezdjük el ezt az egészet. És akkor azt mondtam, hogy oké, és emlékszem, hogy annyira nem volt idő, hogy egy cetlit adtak ide, egy ilyen rossz papírt, amit aláírtam, hogy vihetnek a műtőbe. És akkor ez volt a harmadik műtét volt az, ami után amputálták a lábam, de korán sem lett vége a sztorinak, mert továbbra sem javult annyira az állapotom. És ott már sejtettem, hogy rohadt nagy baj van, mert az intenzívre percenként jöttek hozzám be az emberek, tényleg ez olyan volt, mint a macskajában, amikor születik valaki, mert ilyen elmondások alapján is így is emlékszem, 50-60 ember volt ott a baráti közegemben, és mindenkit beengedtek. És tudod, az intenzívre azért nem annyira szokás beengedni kettesével embereket, és akkor éreztem, hogy itt most már gáz van. Tehát mondom, szerintem azért engednek be, mert itt lehet, hogy vége a történetnek, de eszembe nem jutott, hogy én meghalhatok. Tehát, hogy az nem volt eszembe, és minden műtét után tökésznél voltam. Tudom, hogy a harmadik műtétem után hideg kólát kértem, és kaptam, tehát, hogy tök, mondom, ez is gázolom, kólát is adnak, mondom, ugyanak, ennek már tök mindegy. És igazából nem volt időm gondolkozni azon, hogy nincs meg a bal lábam, mert a jobb lábam elindult a harc, mert a jobb lábam is tele lett vérröggel, és nem volt időm ezzel foglalkozni. 3 napig küzdöttek a jobb lábamért, de azt sikerült megmenteni, abból a vérrögöket eltávolítani, de az intenzíven azért 2 hetet voltam. Az a 2 hét tecsnát értékelt az életem. Nem megváltoztam, nem lettem se jobb, se rosszabb ember, mint előtte, de máshol vannak a határok. Sokszor azt hiszem, hogy nincsenek határok, sokkal jobban kifejezem, hogy szeretek embereket, sokkal jobban kifejezem az érzelmeimet, és sokkal jobban leszarom azt, hogy ki mit gondol rólam, és nem akarok megfelelni, hanem egyedül rájöttem arra, hogy annyira mulandó az élet, és hogy így kihúzhatják alulam, és én azóta tényleg így élek, hogy így könnyebben elengedek problémákat, nem idegeskedek. És utána még én 4 hétig voltam az érsebészeten, tehát közel 50 napig voltam a kórházba, de hát teljesen átformált, annyi mindenre megtanított, annyi minden emberi kapcsolatomat átértékeltem. Hát benn voltak a volt barátaim egyszerre, mindent, és mondtam nekik, ez milyen jó, tehát hogy csak jó fej voltam veletek, ha mindenki ott volt, ott is gondoltam, hogy baj van, ha mind bejött. De hogy igen, érdekes, nagyon furcsa az élet. Figyelj, Roli, mikor beszéltél erről utoljára? Mert nyilván 1000-nyi interjú készült veled, cikkek sora, és most hallak téged beszélni erről oly természetességgel, mint amikor valaki elmeséli, hogy ő hogy ment kirándulni, és milyen élménye volt, és mi történt, és hogy történt. Hát annyi ponton az ember megállíthatni és visszakérdezhetni, és nyilván nagyon sokan lehet, hogy akik hallgatnak is bennünket, a saját félelmeiket kivetítve mondják azt, hogy édes jó Istenem, én itt most ezen a ponton nem tudtam volna csinálni, vagy azon a ponton nem tudtam volna tovább csinálni. Mikor beszéltél erről utoljára? Figyelj, én nagyon sok interjút adtam, és sokszor már mondtam is újságíróknak, hogy nem unom, én már unom magamat. Igen, ezt akartam, akkor... én nem szerettem volna olyat kérdezni, hogy un magad, viszont ez hozzátartozik. Nem mondtam. Ehhez az egész feldolgozáshoz. Hát most, ugye? Én erről örömmel is nyíltan beszélek nagyon sokszor a közösségi oldalamban is. Azért, mert látom azt, én erre tényleg nem gondoltam, hogy a segítséget jelenthet hasonló helyzetben élő embereknek. És én mindig azt mondom, minden egyes videómmal, akár TikTokon, Instán, Facebookon, bárhol, hogy ha én egy embernek is tudok segíteni, már megéri. Mert én valahonnan, nem tudom, én ezt írtam a blogomban egyszer, hogy ez az amputálás az élettől, vagy egy hatalmas nagy arconcsapás, ami igaz, de egy ajándék az élettől, és most tényleg nem hűltem meg. Persze visszafordíthatnám az egészet, akkor megtenném, milyen jó lenne lábam. Az ajándékot az alatt értem, hogy megtanított bizonyos dolgokat sokkal jobban értékelni, megtanított élni. Bemutatkoztam önmagamnak, tudom most már, hogy ki vagyok, és azt érzem, hogy ha én ezt fel tudtam dolgozni, akkor nincs, hülyén hangzik, hogy nincs olyan, hogy lehetetlen, mert ezt meg lehet oldani. Mert lehetett volna egy másik út, amiről azt gondolt, igen, hogy nem, meghalok. Ugye? Vagy pedig nem tudod feldolgozni? Figyelj, én nagyon sok sorstársat látok. Tehát életben maradsz, de nem tudod ezt így feldolgozni. Igen, nagyon sok sorstársat látok, hogy nem tudja feldolgozni. Én nagyon sokat köszönhetek a családomnak. Ez
ezt míg élek, szerintem. A barátaimnak, a kollégák, tehát nyilván a családomnak. Valahogy így neveltek, tehát hogy ilyen a személyiségem, én egy ilyen pozitív csávó voltam gyerekként is, de mondjuk szerintem sokkal pozitívabb vagyok, mint a szüleim is. De hogy most valahogy máshogy éled abszolút meg ezeket a dolgokat, ugyanakkor meg éled az életedet. Igen. Tehát nem lett az a vatos meg lelkizős én belőled, hanem való igaz, ahogy egyébként is akik rá akarnak keresni ugye a Facebookon vagy a közösségi médián az oldaladra, ugye az egy pillanat, az életlábatlankodása, tehát nem feltétlenül, mint Máté Roli találnak meg téged. Ez a blogom címe, hogy az életbe lelábatlankodott. Tehát akkor csak rugózok a címen, hogy a pillanatnak milyen ereje van sokszor, hogy olykor tényleg ilyen nagyon túllelkizős gondolatként vesszük, amikor valaki azt mondja, hogy igenis éld meg a pillanatot, meg hogy mennyire fontos talán a jelenben értékelni, ugye? A jelenben élni. Amikor elkezdtem ezt az egy pillanatot, akkor ugye én leírtam full őszintén percről pontosan minden. Valamelyik nap visszaolvastam az egészet, mert vissza kellett egy nagyobb interjú miatt volt, amire már nem is emlékeztem. Most azt mondtam, hogy milyen őszintén leírtam, amikor engem hetekig ágytálazni kellett, fürdetni kellett. Én mindent leírtam. Leírtam az első férfi-női kapcsolatomat, de ezek fontosak. Ez tök fontos. Uh-huh. És ugye ezeket leírtam, és utána rájöttem, hogy az életem megy tovább. Hát hogy nem menne tovább? És én erre az oldalra ugyanúgy fölteszem, ha elmegyek bulizni, ha elmegyek dolgozni, itt az élet nincs vége, nincs roló, és mennyire mártír lennék, vagy mennyire álszent lennék, ha azt mondanám, hogy na én mostantól nem csinálok semmit, mikor a közvetlen környezetem, meg bárki is, mert hát tudja, hogy imádok éjszaka élni, ugyanúgy, én imádok táncolni, én imádom az életet, imádom a társaságot, tehát hogy ettől nem változhat meg az életem, és nem lehetek egy burokba. Mi az, amin változtattál? Volt-e olyan dolog, amire azt mondtad ezek után, hogy oké, ugyanúgy akarok élni, ahogy elmondtad, bulizni, élni, dolgozni? Mi az, amire azt mondtad, hogy valahogy máshogy fogod csinálni? Vagy volt-e A felfogásom lett más. Tehát, hogy én szerintem ebben lettem egy kicsit más ember, hogy máshogy látom az életet, mint amit mondtam is, hogy régen engem, hogy ha valaki beszólt, vagy megjegyzést tett, akkor úgy bántott. Ma már nem érdekel, mert az érdekel, amit a közvetlen barátom vagy a családom mond. És azt, hogy tényleg, hogy nem szeretnék feszengeni, szeretném magam megélni, a saját életemet megélni. És én ezt ugye kirakom, vagy nem rakom ki a közösség oldalra, kirakom. És hogyha ez valakinek nyilván nem, tehát nem tetszett mindenkinek, hát én ezt tudom, és valaki azt mondja, hogy ez nem normális, hogy 200 fokon pörög ugyanúgy, pedig hát műlába van. És ezt tudom, hogy nagyon sok mindenkinek nem tetszik, meg visszás tud lenni. Talán magukból indulnak ki az emberek ekkor? Nem tudom, hogy én magamból indulok ki. De, és én azt is megértem, de azt szerintem nagyon álszent dolog lenni, és nagyon, nagyon diszkriminatív lenne az összes fogyatékkal élő emberrel szemben, azt mondanák, hogy máshogy kellene, hogy éljünk. Hát pont ezért harcolunk, hogy legyen esélyegyenlőség a munkahelyen. Hát nézz körbe Budapesten, vidéki helyeken, szórakozás terén. Mm-hmm. Hát hány szórakozást látsz akadálymentesen, vagy hány helyen látsz műlábbal, vagy a kerekesszékkel, diszkóban embereket? De miért nem látunk? Mert egy kicsit ilyen szürke ködben vagyunk. Hát, és olyan furán is néz, de én ugyanúgy lejárok, mert miért ne járnék le? Hát ez fontos, és minél többen is, menjünk ki, mutassuk meg magunkat, nem tehetünk sajnos arról, hogy az élet bennünket így pofán vágott. Hát ez akárhogy ez nyilván egy pofánvágás, de nem tudsz mit csinálni. Tehát ezt mondom, a fejem tetején állok, és nem nő ki a lábam. Tehát akkor kihozzuk ebből a lehetőnek többet, ami van. Én. Jól tudom, vagy jól ismerem azt a felmérést, amit talán a WHO végzett, hogy 15% a teljes világpopulációnak, aki valamilyen fogyatékkal él, és ebből 1,3 milliárd ember. Igen, és ebből azt hiszem, hogy 5% csak, akik beleszületettem fogyatékkal élnek, és a másik, mondjuk azt, hogy 10%, az pedig gyakorlatilag valamilyen az élete során kapott valami az élethelyzettől. Most így hallgatva téged, azért így mocorog még valami a fejemben, és lehet, hogy az a saját érzésem is, hogy nincs esetleg szerinted valami azzal kapcsolatban, hogy a félelem az, ami visszatart embereket sokszor bizonyos dolgoktól? Igen. Dolgoktól. Na, tehát igen? Hát figyelj, én a vérnyomásmérőtől fértem régen, és utána meg úgy mentem be a műtőbe, mint aki hazajár. Akkor, amikor azt kérdeztem tőled egy néhány perccel ezelőtt, hogy mi az, ami megváltozott, mert mutatod, hogy ugyanazokat a dolgokat tudod csinálni és éled, hogy a félelem átalakul bennünk valami másfajta energiával? Ez tök érdekes, hogy most mondod, és erre most jövök rá, de ez tényleg így van, mert írtózok a magasságtól.
És most itt nyáron szemrebenés nélkül Balatonszámra lementem, mert miért mennék fesztiválozni? Óriás kerék. Haverommal üljünk fel. Miért ne ülnék föl? Tehát, hogy sokkal vakmerőbb lettem, mint korábban. Tehát, hogy én régen biztos, hogy felmerültem volna semmilyen ilyen. Tehát, hogy ezek ilyen apró dolgok. De nyilván nem is tudatosan van ezzel, egyszerűen most azt érzed, hogy az jön, hogy miért ne ülnék fel, mi történhet. Tehát, hogy nyilván a határokat azért tudni kell. Tehát, ez nem azt jelenti, hogy én most ilyen faltörőkosként megyek, hanem nekem nagyon fontos volt az, hogy minél hamarabb a testképemmel megbarátkozzak, minél hamarabb elfogadjam mindazt, ami majd jön. Ugye én azért az amputációt követően majd 4 hétig kerekesszékben voltam, mert nekem nagyon nem lehetett bevarni a csonkomat, és még utána én 3,5 hónapot voltam Budakeszin a rehabon, és még utána Szegeden nekem a Suti Andi nevét mindenképp el kell, hogy mondjam, hogy gyógytornászom, akit mondtam, hogy feleségül vennék, hát megtanított mindenre, tehát hogy én neki nagyon sokat köszönhetek. Hogy is hívtad? Nem karbantartót, hanem várjál már valamit mindig mondtál, mert mindig ő igazgatott, ugye rajtad. De ő volt az, ami minden, igen, tehát hogy az Andi, valamelyik nap is fölhívtam, fájt a derekam, és ott a nyugi semmi bajot is, tehát hogy igen, tehát hogy ez fontos, tehát hogy visszatérve arra, hogy meg kellett ugye ezzel barátkozni a testképet. Nekem nagyon fontos volt, hogy ugye én médiában dolgoztam, hogy kell a médiában kerekesszékes, műlámos ember? Botrány a kérdés. Tehát, hogy ugye ez felmerülhet ma Magyarországon, vagy bárhol Európában ez a kérdés. Európában, Nyugat-Európában azért látok meteorológust, műsorvezetőt. Bizony. És azt mondta, hogy Magyarországon nem nagyon látok tévében, rádióban kerekesszékes, műlábas, pasit, nőt. Miért nem? Hát mennyivel egyszerűbb lenne a gyerekeknek is. És én rohadtul szértem. Az elfogadás. Igen. Megértem, hogy így engem kivetnek. És emiatt nem kellek, mert sajnos még itthon nem tartunk abba a cipőbe, és én azért annyira küzdök, és nekem az első fellépésem egy szépségverseny volt, ami műsort vezettem kerekesszékben. Nem fura az élet? De egy szépségverseny. De. És hogy imádtam, hogy kellettem, és hogy igen, de azért várok még dolgokat az élettől. Mi az, ami szerinted jobban működik az életben, az, hogy apró pici lépések kellenek ahhoz, hogy az ember sikert érjen el, és nem azt mondjuk, hogy rögtön valami nagy ugrás, vagy pedig azt mondjuk, hogy amikor valami nagy dolgot kell csinálni, akkor igenis muszáj ezt az árkot, vagy ezt a szakadékot átugranom, mert ha meg pici apró lépéssel akarom, akkor lezuhanok. Mi az a két felfogásban, ami inkább közelebb áll hozzád? Ó, Istenem, ez nagyon nehéz, mert én ilyen gyorsan mindent akarok. Annyi tervem van a fejembe, a fiókomba, de azt érzem sokszor, hogy olyan akadályokat görgetnek elém, amit ma már valamikor így elengedek, és azt mondom, hogy hát nem kell, de meg fogom csinálni. Tehát te szeretsz nekem rögtön nagyot ugrani, hogyha van valami? Hát ha lehetne. Tehát, hogy én ugranék nagyot. Tehát, hogy ugranék nagyot. De én azt gondolom, hogy a legnagyobb ugrás már megtettem az életemben. A legnagyobb ugrás az volt, hogy én talpra álltam és élek. Tehát, hogy ennél nagyobb ugrás nekem nem kell. Na, ami miatt feszegetem ezt, hogy azért vannak sokan, akik esetleg más típusú betegségből felgyógyulva, ugye sokszor szokták mondani, hogy pici, apró lépések is eredménynek számítanak, és hogy azok voltak, amik segítettek. Ugye itt említetted, hogy ágytálazni kellett, hogy kerekesszékben ültél, onnan álltál talpra. Tehát, hogy valahogy ez hogy rakja össze az ember a fejében, hogy értem, amit mondasz, hogy igen, milyen jó lenne egy nagyot ugrani, és egy pici, talán türelmetlenkedés is van ebben az ember részéről. Vagy pedig fordítva azt mondja az ember, hogy a kettő meg, akkor másik kérdezek, a kettő megfér egymás mellett? Megfér. Tudod miért? Mert én minden egyes napot, amikor a klinikán voltam, azt mondtam, hogy a hülye példa, de én azt mondtam magamnak, hogy figyelj, te most a Survivor játékban voltál, te most így jártál, levágták a lábad, de a játék vége az, hogy te újra menni fogsz, ezért vannak feladatok, amit minden nap meg kell oldani. Ezt játszottam magammal, és akkor azt mondtam, hogy feladat lesz az, amikor elsőnek tudsz önállóan kakilni, mert ez nem ment sokáig. Igen. Önálló feladat lesz, amikor már nem téged fürdetnek, amikor megborod. Tehát, ugye, mert én nekem ugye én a jobb lábamat nem éreztem közel fél évig, tehát hogy így nagyon nehéz volt, tehát nincs egy lábad, a másik nincs meg. Ugye ezt nagyon sok ember azért ebben benne volt, és tudja, aki benne van, hogy ez mennyire rohadt nehéz. Közben nem volt támasz, ugye? Közben tehát, a vesén nem működött jól, tehát hogy még az is közben jött, és így azt érezted, közben akkor a szerelmi kapcsolataim is így beborultak, és nem emiatt. Tudom, amikor azt éreztem, hogy akkor az életről, hogy mindent így elkezdett rám pakolni. Nincs veszélyem jó, nincs egyik lábom, a másik megvan, de nem működik, a szerelmi kapcsolatom nem olyan, de az volt akkor talán. De az is fontos nyilván, és azt mondtam az élet, hogy figyelj, akkor most pakolj rám mindent. Ami kell, úgyis legyűröm. Tehát, hogy akkor így hirtelen ilyen nagyon sok minden összejött. Tehát ez azután nem a vízözön, akkor most az jöjjön, hogyha jönni akar, gyere. Akkor pakold, és akkor minden menjen, és az volt bennem, hogy nem leszel annyira erős, hogy ledönts, hanem én ezt megcsinálom. Nem tudom, hogy ezt családom is kérdezte, hogy ők nem értették sokszor, hogy belőlem
honnan jött ennyi minden, mert hát valaki egy szerelmi bánatban majdnem belehal. Itt meg minden volt. És akkor azt mondtam, hogy minden nap egy feladat lesz, amit megoldunk, és minden egyes milliméterrel közelebb vagyok a végéhez. A vége pedig az lesz, talpra állok, visszamegyek dolgozni, és élem az életem. Hát, és minden napnak rohadtul örültem, mert hogy így, akkor nagyon szerencsém volt az időjárásra. Emlékszek, hogy november közepén ilyen csodás ősz volt. Rengeteget kint tudtam lenni a szabadba, barátok már akkor vittek kerekesszékbe, meg a családom. Étterem, cukrászda, mindenhol, minden földi jót megkaptam tőlük, és leginkább a szeretetet, ami nagyon sokat... Tessék, ez nekünk szólt. Énekelnek is nekünk. Tehát, hogy igen, apró léptek hatalmas dolgot jelentenek. És amikor már talpra álltam, mai napig nem felejtem el azért, hogyha valami nem jön össze, akkor azt mondom, hogy figyelj, kapj a fejedhez. Te ezért mit meg nem adtál volna 3 évvel ezelőtt, és így akkor lenyugszok, hogy hát ennél több kell, hogy tudsz menni. Mm-hmm. És itt tényleg olyan érdekes, hogy máshol vannak a határok, vagy hogy nem idegesítem azon fel magam, hogy most nyáron beosztanak valahol, és nem tudok elmenni. Hát kit érdekel, ha elmegyek legközelebb. Tehát, hogy fura ez, hogy egy trauma kell ahhoz, hogy az ember lehet, hogy így éljen meg az életem. Mm-hmm. Nagyon sokat gondolkoztam azon, mi lett volna, ha hogy ugyanígy tartanék fejben most, ha meg lenne a lábam, vagy nem. Milyen gyakran gondolkozol azon, hogy mi lett volna, ha néha előjön ez? A mi érteken nem gondolkozok soha. Aha. Tehát nem érnek kellett levágni a lábam, ami egyébként orvosilag sincs meg, hogy rajtam az onkológiai vizsgálattól kezdve a genetikai vizsgálattól mindent megcsináltak, hogy ezek a vérrögök mitől jöttek, nem tudjuk. Figyelj, nem árulok zsákba macskát, én azt az életet éltem, amit egy átlag 30 éves pasi, semmivel nem értem durvábban vagy erősebben, bulisztam, csajoztam, igen, piáztam, cigiztem, de semmi olyat nem csináltam, ami nem voltam alkoholista, tehát hogy semmi olyat nem csináltam, ami olyan kiugró lett volna, ami miatt, meg hát hány ember él kiugró olyan életet, hát annak is jár egy második lehetőség, nem? Olyan. Tehát én meg nem ért, tényleg nem éltem azt, tehát éltem. Hogy hányszor gondolkozok a mérteket? Mérteket nem gondolkozok, a mi lett volna, ha azon csak az jut eszembe, múltkor jutott eszembe, hogy hol tartanék emberileg. Tehát, hogy lehet, hogy szakmailag. De azon nem gondolkozok, hogy soha nem gondolkozok azon, milyen jó lenne lefutni a lépcsőn. Tehát, mm-hmm. Mert ugye én futni nem tudok, mert ez nem egy sportlán, de kitérnek el. Tudok táncolni, tudom biciklizni, mindent meg tudok csinálni. Nem gondolkozok rajta. Mivel lennék előrébb? Semmivel. Hát ez van. Nem gondolkozok rajta, hogy mi lenne. Ez neki kellett lenni. Valamiért így kellett lenni. Most... Szokták azt is mondani, hogy minden ilyen nagyobb bajt valami jel megelőz. Tehát, uh-huh. Ha hiszünk abba talán, hogy tényleg így az élet ledob elénk néha köveket, jeleket. Amiket, hát igen, és akkor lehet az egy olyan kő, hogyha szimbolikusan akarok, amit nagyon sokszor az ember kikerül, vagy másik oldalról, vagy nem veszed észre, és akkor utána ott van egy baromi nagy szikla, és akkor azzal már tényleg van valami dolgod, és meg kell birkózni. Rémlik bármi egyébként neked előzőleg ebből, vagy ez teljesen kár is boncolgatni, hát, mert szerintem kár, ugye mondtam, hogy péntek estőt lefejeltem a mosdókat. Igen. Lehet, ha bemegyek, akkor vagy azt mondják, hogy nem indul el az a folyamat. Nem indul, akkor ott már valami biztos, hogy elindult. Uh-huh. Állítólag van olyan elmélet, nem tudom, hogy mennyire igaz, és lehet, hogyha valami orvos hallgatja azt, hogy full hülyeséget mondok. Állítólag lehet, hogy az agyamba indult el ez az egész, és nagyon jó, hogy bevágtam a fejem, mert ott valami történt. Nem tudom, hogy igaz-e. Volt ilyen felvetés is, hogy ez lehet, hogy szerencsém volt ezzel, hogy pont, hogy bevágtam a fejem, mert ez lehetne máshogy. Lehet, hogy ha ott bemegyek, majd napig egyébként ezt már volt, aki kérdezte, hogy miért nem mentél be akkor a kritikára. Figyelj, igazából én annyira paráztam attól, hogy valami, az ember nem ilyen strucc politikát folytat. Ha nem beszélek róla, nincs. Ha nem megyek orvoshoz, attól fáj, de nem megyek, mert nehogy kiderüljön, hogy bajom van. Talán ez is bennem. Én régen ilyen voltam. Egy intuitív alkat vagy egyébként, vagy az voltál, amikor az ember tényleg azt érzi, hogy indulni kéne, nem, és akkor tényleg úgy vagyunk vele, hogyha késünk 10 percet, akkor lehet, hogy ez valamiért van. Nem pont akkor kell ott lenni. Igen is, meg nem is. Igen? Igen is, meg nem is. Aha, tehát, hogy így igazából nem tudom. Néha zsibbat találom. Ilyen aha. volt. De ilyen nem zsibbat, hülye vagyok, akkor begörcsölt. Begörcsölt. Hát én akkor jártam, pont mondtam tényleg, meg egyébként ott is volt, hogy begörcsölt, de hát most az, hogy 3 havonta egyszer begörcsöl a lábad, hát te sem visz az orvoshoz, nem? Nem, tehát ugye ilyen jelek voltak, de nyilván nem gondoltam. De nem, arra, hát a fene gondolta arra, hogy ez lehetett egy jel. Hát lehet, hogy ez már egy jel volt fél éve, hogy begörcsölt a láb. Hát most, hogy a vérrög lett volna, az fél évig nem húzódik. Persze. Tehát, hogy nem tudom. Ez nem mész. Hát egy gyomorfájdalommal sem mész az orvoshoz. Rögtön nem rohangálunk, hát, nem? Igen. És meg lehet, hogy sokszor jó lenne. De örülök, ha nem látom őket. Nem azért, mert tök jó fej volt vele mindenki, és tényleg örök hálám a Mihalovics doktornak, az Andinak. Tehát nem tudom most nevekbe önteni azt a rengeteg szeretetet, meg emberséget. Nekem ez volt a legfontosabb az orvostól, az az emberség. Én az orvosomnak köszönhetem a blogot.
Tehát, hogyha ő nincs, akkor nincs blog. Miért is? De, mert az érsebészem a Mihalovics Gábor volt az, akinek a nevét szintén az Andi mellett oda rakom szakmailag, aki mondta, hogy mi lenne, ha elkezdenék egy blogot. És gondolom, ugyan már, tehát, mert tudod, mi volt benne, hogy elkezdek leírni ilyet, és akkor azt mondják, hogy na ez most ez sajnáltatja magát, millió embernek van nagy, minden embernek a saját baj a legnagyobb. De, és akkor, de amiket most így mondasz, ez is egy kicsit egyfajta megfelelési dologból van, igen. Hogy ezeket úgy mindig mondod, hogy lehet, igen. Hogy nem fog mindenkinek tetszeni, és majd azt fogják mondani, igen. Ugye? Ez tartott bennem. Vissza? Ez a félelem, ugye? Amiről beszéltünk, aha. Ma már nem érdekes. Igen. Tehát, hogy tök érdekes, hogy akkor azzal a fejjel nem akartam belevágni, és hát otthon voltam. Hát elkezdtem, és olyan jó, hogy elkezdtem. Nekem az a szerelem gyerekem lett ez a kis oldal. És tök jó, hogy ezt mondtad, igen, hogy akkor ez nagyon bennem volt, hogy biztos, hogy nem azt mondják, hogy úristen, ez most mutogatni akarja magát, biztos, hogy... Mert ettől féltem, hogy nehogy ez legyen. Ma már tudom, hogy nem erről van szó. Tehát, hogy megfordult a fejemben nagyon sok minden. Ugye tényleg élünk egy olyan világot, amikor kifelé mindenki a legjobbat akarja magáról mutatni, és úgy ennek kapcsán ugye ez ugyanúgy a szervezetünk egyfajta gépezet a lelkünkkel mindennel együtt, hogy a hiba az tulajdonképpen egy tükör az életünkben, vagy egyfajta lehetőség, vagy ez a te felfogásodban hogy van, hiszen nyilván mielőtt ez történt veled, akkor is te is követtél el, vagy követhettél persze, a hibákat az életben. Valahogy máshogy látod ezeket a dolgokat? Tehát a hibának, a hibázás lehetőségének, ha egyáltalán ezt annak lehet nevezni az életnek, ez egy hibafaktora tulajdonképpen, ugye? Hogy fogjuk ezt föl? Én semmit nem bánok meg az életemben, ami történt. Nagyon sok hülyeséget csináltam, de semmit nem bánok. Tehát, hogy mert hogy nem még, attól meg, hogy még egy gondolat, ugye azt is mondják, hogy és nem azt mondják, hanem hogy ez így van, hogy valahogy hamarabb kidobunk dolgokat, ami meghibásodik. Eltolunk magunktól, újak után kapaszkodunk, mert hogy az egyszerűbb. De ilyen értelemben egy kicsit ezt a hibázást. Sokszor a hibáimhoz is ragaszkodtam. Ugye? Régen, tehát, igen. Hogy szeretjük önmagunkat, igen. Meg akár a másikat is a hibáival együtt, egy kicsit ezt is mondhatja? Én szerintem igen. Abszolút. Ugye? Tehát, hogy én nagyon ragaszkodok a hibás dolgok. Ez legyen tárgyi ember. Értem. Hibás emberek is vannak. Igen. Hát én is hibás, én sem vagyok egy, senki nem tökéletes, de tök jó, hogy ez a hibás emberhez mennyien ragaszkodnak, vagy aha. Én egy hibás emberhez. Hát én voltam nagyon, nagyon hibás párkapcsolatban, de ragaszkodtam hozzá 10 igen. Körömmel, mert azt éreztem, hogy ezt meg lehet javítani. Nem, de hogy lehet? Nem van, lehet amikor nem megy, igen. Hát tudtam én, hogy nem lehet megjavítani, de ragaszkodsz hozzá. Igen. Ma már ezeket a hibákat is tök jónak látom, hogy átéltem, megéltem. Ma viszont, ha hibázok, tök érdekes, azt mondom, hogy mi történik például, amikor én élőbe beülök a híradóba, és mondjuk bakizok. Hát legfeljebb a kommentelők szétszednek. De mondom, nem öllek meg. Hát most egy baki, hát nem a világ. Mi az a legrosszabb, ami történhet, nem? Hát újra kezdem. Vagy én például műsorvezetésekben imádok bakizni nagy rendezvényeket. Hát ad egy plusz, az egy... emberi, igen, az tehát, egy picit ilyen emberi aspektus, akár? Igen, és hogy ne legyünk ennyire ilyen szabálykövetőek. Én azt annyira utálom, hogy ilyen nagyon meg akarunk felelni a külvilágnak, és leginkább magunknak meg nem. Hányszor vagyunk olyan helyzetben, amikor azt érezzük, hogy ja, én ezt most úgy nem csinálnám, de a körítés miatt meg kell csinálni. Uh-huh. Ma már viszont nem csinálom meg. Régen rengeteg ilyen dolgot megcsináltam. Ma már nem. Van egyfajta békesség most benned, hogy tudsz jobban vonalat húzni, vagy határt húzni, abszolút. És valamire azt mondja, hogy ezt igen, ezt meg nem. Itt abszolút. Ugye beszélgettünk, hogy van olyan tevékenység, amire most azt mutat, hogy azt most nem csinálod tovább, ez például a rádiózás is. Imádtam, és én nagyon köszönöm azt kicsit, a lehetőséget. Kicsit más ebben az egyensúly benned? Abszolút. A rádióhoz visszatérve nekem ők nagyon sokat adtak, mert az első munkám volt Szegeden a Rádió 88, akik amputáltan kerestek már meg, hogy szeretnék velem csinálni a reggeli műsort. Hát kiugrottam az ablakon, és én még élek. Ami a legnehezebb, ugye, a reggeli műsort imádtam, csinálni, imádtam, ugye? Imádtam, és nagyon hálás leszek nekik, még élek, mert nagyon sokat adtak nekem vissza, hogy nem volt kérdés, hogy egy amputált pas lesz a műsorvezető. Hát azt mondták, hogy itt soha nem volt téma a kollégák között sem. Nyilván jöttek ilyen poénok, velem lehet poénkodni, hát én is imádom. De figyelj, ugyanúgy rám vágták az ajtót, ha kellett. Na jó, de rádióban nem is látszik, hát tudod. Nem, meg ez tehát, tök jó, tehát a... nem volt kivételezés, hogy na most, és én ezt igen. Érezték, hogy én ezzel, hogy nem kell tudhújgatni. Esélyegyenlőség? Egyenlőség? Nyilván várunk dolgokat, nyilván jól esnek bizonyos dolgok mindenkinek, de mennyire szebb dolog lenne, hogy én erről papolok közben, meg azt vártam, hogy alám tudjanak mindent. Nem így volt. És én ennek nagyon örülök. És a rádióban nyilván elfáradt szebb a reggeliken, és este mentem a tévébe, sokat jártam akkor fel Pestre, de például most is volt olyan, ahova így hívtak volna ilyen műsorcastingra, ilyen nagy, de már régen, 5 éve mentem volna, mert azt éreztem volna, hogy pörgetni kell. Most így élből nevet mondtam, mert az már nem én vagyok. De régen azért is vállaltam volna, mert nagyon féltem attól, hogy kiesek ebből akár a szegedi körből, akár az országos körből, akár bármilyen körből, de kit érdekel, aki hát nem érdekel, mert én a saját életemet akarom megélni, de hát élnem meg kell valamiből, és nem értek semmihez,
csak ehhez. Uh-huh. Tehát én nem tudok faragni, nem tudok kereket cserélni, mert én egy ilyen tényleg tök bénapasi vagyok. A műsorvezető meg az, ami egy kicsit ért mindenhez, de nem ért semmi. Mert hogy talán adta neked az élet az, hogy valamit nagyon elvett, és közben más itt tálcán meg kínálta gyakorlatilag ugyanazon a szakterületen azokat a lehetőségeket, amelyekben meg tovább tudsz fejlődni. Nem beszélgetünk, hogyha nincs az amputáció. Ez biztos, igen. Tehát, hogy, nem, mert hogy azt nem mondjuk el, hogy tulajdonképpen én is egy műsorvezetésre hívtalak el. Igen. Kerekasztal beszélgetéseket vezettél, amelynek egyik vendége Jakubcsek Gabriella igen. volt, illetve ő volt ott a műsorvezető. Így van. És így találkoztunk. Mi itt találkoztunk, és azt követően mentél el a Gabihoz egyébként. Igen, hát a Gabival dolgoztam. Elhívott, tulajdonképpen így összekapcsolódtak dolgok, mert tök ott egy jó. új terület volt, abszolút. Ami... Szerkesztettem már egy havi egyszer, tehát sűrűn nem, mert én közben ezt mondjuk el, hogy ez a Nem vagy egyedül című kerekasztal beszélgetés volt. És Jakubcsek Gabi, te voltál a szervező, Jakubcsek Gabriella volt a műsorvezető, így van. Én voltam az egyik vendég a négy másik meghívott között, és a Gabi engem tanított 18 évvel ezelőtt, és én 18 évig nem is láttam. Látod, milyen szerkesztettelek ebben a műsorban? Igen, és nagyon-nagyon hálás voltam neki. Én akkor is nagyon sokat tanultam tőle, ott is, aztán a műsorában is nem tartott, ez egy évadot voltam, így mert van, nem fér bele, de hát ezt neked köszönhetem meg az amputáció által, most ez olyan hülyeség, de annyi értékes embert, mint például téged, és rengeteg olyan embert megismertettem. Sok jó embert megismertem, meg sok, meg figyelj, olyan szituációba keveredtem, meg olyan lehetőségeim lettek, ami nem lett volna meg korábban, de ez olyan furcsa, tehát hogy szakmailag is egyébként, tehát hogy kerültem olyan műsorvezetői szerepbe, hát álmomra nem gondoltam, hogy a Nemzeti Színházban egyszer műsort vezethetek. Bizony. Tehát, hogy ott volt egy gála műsor. Ott volt egy gála, Pap László Sportarénában 10 000 ember előtt vezethettem, tehát hogy ezek tök fura, hogy ezt hoztam. De Roli, talán ezek, persze a kettő együtt jött, hogy egy izgalmas karakter lettél, főleg azzal, ahogy te talpon ugye műlábbal ugyanazt a munkát csinálod tovább, egyenért emberként is. Volt ennek a műsornak egy olyan házaspár a vendége, akik egy ma már felnőtt dankoros lányt nevelnek. Angliában több vállalkozásuk van, és hát ugye mikor arra került a sor, hogy arról beszélgessünk, hogy miért is ne lehetne egy dankoros mondjuk műsorvezető, hát, vagy hírbemondó, vagy meteorológikus, vagy bármi. És akkor pont azt a példát hozták ők is föl, hogy Angliában például ez mennyire természetes. Abszolút. És amikor azt mondom, hogy kis lépések, vagy apró lépések, akkor ez a fajta, hogy az emberben ilyenkor benne van, főleg aki érzékeny a téma iránt, hogy kicsit türelmetlenkedve várjuk ezeket a dolgokat, de talán türelmesen kellene türelmetlenkednünk, és ezeket az apró lépéseket is valami meg lépésnek látni, mert azért ma Magyarországon nyilván messze vagyunk attól, amit ott Angliában lehet látni. Ugyanakkor mégiscsak vannak jelek, amik azt mutatják, hogy nyitottak. Ugye? Mintha elindult volna valami. Elindult. Ebben te érzel bármilyen extra küldetést, vagy szolgálatot? Mert én ezt érzem kicsit kitettebb módon, mint mondjuk nyilván azelőtt a munkád során éreztél bármi hivatást. Figyelj, benne vagyok. Én ugyanolyan fogyatékossággal élő ember lettem, mint rajtam kívül Magyarországon rengeteg ember. Ha én már ebben a szakmában dolgozok, én azért, ahol én most Szegeden is dolgozok, azért szoktam ajánlani témákat, ami bennünket érint. Figyelem ezeket. Csináltunk a divatsót Szegeden, aminek országos hírverése volt az elfogadás egyében. De mik ezek a témák? Egyébként ez egy tök izgi dolog, ez a divat, amiben most benne is vagy, hiszen ugye egy cég keresett meg. Ez is fura, hogy ez egy spanyol cég. Lesz egy másik külföldi együttműködés, és az is külföld. Tehát nagyon fura, hogy külföldről, míg itthon még tapogatózunk. Akkor ebben. Segíts nekünk, hogy melyek azok a témák, amikben nyilván azok, akik fogyatékkal élnek, azt érzik, hogy esetleg nem kezelik őket ugyanazon a platformon. Ugye az egyik a divat, ugye hát sokan divat, azt gondolják, hogy akkor nem tudjuk. Én most nekem volt egy nagy divatfotózásom, és még lesz is, egy spanyol cégnek lettem az itthoni márka követe, ami amputáltaknak csinál gyönyörű díszburkolásokat. Elképesztően örültem, hogy engem választottak ki Spanyolországból, és én imádom mindezt. Nagyon szeretem. Tudom, a fejed is, nem? Kicsit olyan spanyolos is. És örömmel repülök is ki hozzájuk, akár majd, tehát én azt a világot imádom. De ez egy nagyon jó dolog, csak tudod, hogy, és most nagyon fura lesz, amit mondok, az egyik szemem iszonyatosan örül neki, de a másik sír. Tudod miért? Azért, mert én ezt nagyon kitapostam, és ez egy nagyon nagy meló volt, hogy engem válasszanak ki, de én ennek nagyon örülök, és imádok velük dolgozni. De akkor lennék, és ez nem álszentség boldog, ha ezeket a burkolásokat Magyarországon, mondjuk az amputáltaknak járna valami. És hogy ez nem kerülne mondjuk horribilis összegbe, mert azért ne legyünk álszentek, ezek a borítások, figyelj, pár tízezertől több százezerig terjedhetnek. És azért tudjuk, hogy Magyarországon a fogyatékossággal élő embereknek
hát azért nem nagyon vastag a pénztárcájuk, és én tegyem össze a kezem, hogy dolgozok, de én sem tudok annyit dolgozni, mint régen. Tehát az elismerés egyrészt ott kezdődne szerintem, hogy minden olyan ember, aki kerekesszékben van, bármilyen fogyatékossággal is él, megbecsüljük anyagilag is, emberileg is, mert lehet, valaki nem tud visszamenni dolgozni, érted? De ebben nem is akarok belemenni, ez egy más dolog, de és nagyon örülök, igen, a divat fontos. Hát nézd meg azért, nagyon sok kerekesszékes ember például meg kimenni az utcára, tudom, mert leírják, tehát hogy ezt nem kitalálom, hanem a blogomban írják. Az, hogy divatosan öltözön, az meg egy más dolog. Nekem egy nagy vágyam és álmom, és meg akarom csinálni. Én szeretnék majd egy saját márkát. Én ezt már elindítottam, de kapom az akadályokat, görgetik, de valahogy egyszer átugrom ezeket. Mert hát azért csak gondolj bele, tehát hogy nem olyan egyszerű ám öltözködni. Igen, ezt akartam, hogy nyilván nem is gondolunk bele, hát meglátunk főleg egy trendi felöltözött műlábas fiatalt, vagy teljesen egy embert, hogy mennyire más, hogy kell ugye annak hát a ruhának, persze, hogy mire hogy tudod fölhúzni, hanem a drágot, vagy a pulcsit. Vagy igen, tehát hogy én nekem tök szerencsém van, ugye szerencsém, hogy műlában van, fölkapok egy olyan gatyát, ugyanúgy be tudok menni bármilyen küzetben. Tehát nálad ez nem gond, most ez a nadrág, ami rajta van, ez tök olyan. Egy stretch, anyagú farmer. És tök vagány csizmád van. Tehát, hogy nekem ebben nincs gáz. De hát azért valahol valakinek az egyik vétagja hosszabb, rövidebb. Vagy gondolod, hogy pisilni kell. Hogy mennyivel egyszerűbb, hogyha ott... Csak nem akarom az ötleteimet elmondani, mert valaki le fogja nyúlni. Na, értem. Tehát, hogy erre vonatkozólag gondoltál egy olyan divatmárkát, ami egyébként akár lehet uniszex, vagy olyan módon úgy, hogy hozhatnánk egészséges, akiknek egészséges ember annyi helyen tud vásárolni, fogyatékkal, hogy ő meg nem nagyon. De pont az lenne a kihívás, hogy miért ne lehet, hogy én hordom azt. Hordhatod. Hát miért? Tök jó lenne. Én ezt nagyon szeretném. Ez izgi. Ez és ezért is vállaltam el ezt a fotózást is. Figyelj, én a fotózáson nem árulok zsákba macskát, én nekem lesz alsógatás, olyan fotózásom is, ahol nincs rajtam a láb. Hát ez is a testképem. Bizony. És miért nem mennénk megmutatni? Akinek nem tetszik, nem nézi, de hát így élünk. Tehát, hogy és ez nem maga mutogatás, tehát hogy félreértés, nehézség. Meg szerintem igenis lehet divatos bárki. És én nagyon örültem, hogy megkeresett ez a cég. Tapasztalsz meg egyébként ilyen meghökkentő pillantásokat, tekinteteket, nem. Vagy reagálást? Lehet, hogy nem figyelem már. Eleinte azért főleg a kicsik. Aha. A gyerekek tök cukik voltak. Terminátor bácsi, egyenek. De figyelj, gyerek, hát miért? Más is volt, hogy megint. Kérdeztek is, hogy kérdeztek. Mi az ott neked? Igen, egy gyerek, miért ne kérdeztek? A felnőtt is jöjjön oda, kérdezzem. Igen. Tehát, hogy így abszolút. Aha. És én azt hiszem, hogy egyébként, hogy egyre inkább elfogadóbbak vagyunk, de messze, nagyon messze van a fejekben lévő akadálymentesítés, sehol nem tart. Tehát nagyon messze van, és hogy nyilván volt, hogy megnéztek, de engem nem zavar, mert volt, aki kérdezett, és negatív tapasztalatom nem volt. Egyszer volt egy érdekes beszélgetés, egy pasi. Hát milyenek a pasik, ugye? Hát egy csajt néztünk ki. Egy helyen. Egy nyáron. Ez a pasi tudta, hogy ki vagyok, Szegeden volt. Szegeden sokan ismernek, sokan nem, és az pont ismert. És akkor így mondta a csajnak, hogy azért kell, mert neki nincs lába. Ez a mondat, ez úgy, és utána elnézést kért. Mert ott rögtön a csaj is mondta, akkor most kérsz elnézést. És utána találkoztam még vele, és így elnézést kért. Nem probléma. De be volt rúg, elengedtem, na figyú, oké, nem menjünk ebbe bele. Fölösleges, és mondom, hogy gondold végig másnap. Tehát az a mondat nem volt, nem az, hogy sértő volt, hanem hogy ezzel odavágni valakinek, és így, a csaj akkor segítsek neked megfordítani egy picit ezt a mondatot? Hogy ő többnek érzett téged azzal, hogy nincs. Lehet. Nincs az egyik lábad, úgy érezte, hogy jobban fekszel annál a lánynál, és ha belegondolsz, az az ő kisebb rendűségi érzése volt, egy nagyon furcsa dolog, furcsa meg furcsa helyzet. Szemlélet, mert igen, amikor nem tudnak az emberek ezzel valahogy mit kezdeni. Igen. Piás is volt nyilván, hogy nem volt, elnézést is kért. Tehát ez volt az egyedüli olyan, ami nem ért bántásként, de szerintem ezzel, tehát én szerintem az nagyon pejoratív, amikor valakit ezzel bántanak. Bizony. Ezzel nem lehet bántani embereket. Igen. Vagy a kerekesszékesekre is, vagy akár rám is különböző jelzőket aggatni soha. Tehát szerintem ez nagyon gyerekes és nagyon buta dolog. Tehát, de ti magatok között tudtok néha viccelődni ezen, mint ahogy néha gyengén látók tudnak egymással? Kell is, hát figyelj, humor nélkül, nekem a humor nagyon sokat segített, meg én ezzel szoktam is hülyéskedni. Nyilván nem szabad átesni a ló túloldalára, mondjuk, tehát én ezzel soha nem szoktam kérkedni, hogy elmegyek egy idegen társaságba, én nagyon szeretem az idegen emberekkel ismerkedni, és soha nem ezzel kezdem. Nekem volt olyan társaság, ami utána másnap hívott, hogy
figyelj már nekem, te nem is mondtad, hogy neked mű. Hát nem fogom azzal kezdeni, amikor leírok, hogy képzeljétek el engem 4 évvel ezelőtt. Bizony. Nem, te soha nem ezzel. Uh-huh. Nem, hogy nem kezdem, sokszor el sem mondtam. Mert hát minek? Tehát nem azért hívnak el valahova valahogy, hogy ez legyen. És ez nagyon fontos volt a szakmámban is, hogy volt egy rendezvényszervező, akivel beszéltem, és mondtam, nem tudom hányszor elmondta, hogy ez nagyon jó lesz, nyár lesz, rövidgatjában lesz egy nyilábas műsorvezető, ez nagyon, nagyon extra, ez nagyon. Mondtam neki, hogy figyelj, azért hívj el, mert hogy szerinted jó műsorvezető vagyok, ha pocsék vagyok, igen, szerinted, ne hívj, a lábam nem fog helyettem beszélni. És mondom, hogy az zúgok az eső, akkor meg lehet, hogy pont hosszúban leszek. Én örömmel járok rövidnek, meg aha, strandra, meg bárhova, de tehát, hogy ne ezért hívjanak el, hogy érdekes. Meg hát annak meg tökre örülök visszatérve még Szegedbe is, hogy van egy olyan televízió, ahol szintén nem volt kérdés, hogy műlábas pasi legyen a híradó műsorvezető. Hát nincs máshol. Bizony. Hát milyen jó lenne, ha lenne. Én nagyon örülnék neki, ha egyszerűen országos tévés azt mondaná, hogy ne én. Uh-huh. Tehát, hogy nem ha engem örömmel mennék, ha lenne az a formátum. De nem, millióan vagyunk szerintem, akiknek ott lenne a helye. De nem hívják. Még megragad bennem, hogy amíg jöttünk ide, ugye egy autóban ültünk, uh-huh, és hogy az életben tényleg vannak néha, ha lehet azt mondani, mégiscsak véletlenek, mert az egyik kis utca, ahova kanyarodtunk, ott azért kellett megállnunk, mert egy rokkant ilyen uh-huh helyre éppen tolatott be egy piros Audi, és kiszállt belőle egy műlábas férfi. Nagyon érdekes az élet, aki, hát mind a ketten meglepődtünk, ugye? Egy kicsit, igen, lehet azt mondani, hogy volt egy ilyen pillanat, aki nagyon-nagyon nehezen mozgott, de mozgott nyilván műlábbal. Egymás között kicsit ilyen sorstársaknak is tartjátok, ez kicsit, ugye a kérdés amit forgatok a fejemben, az valami olyasmi, mint a motorosok, mikor mennek, nem ismerik egymást, akkor is mindenki int a másiknak, hogy ebben van egyfajta olyan sorstárs, hogyha segíteni kell, akkor valahogy hamarabb segítesz, hamarabb észreveszed, máshogy viszont. Ez kérdés. Igen? Szerintem igen. Még én régen is erre fogékony voltam, mert én régen is tudom, hogy akár ha úgy volt, akkor segítettem. Tehát ez nem volt kérdés. Ma már erre jobban rááll a szemem is. Tehát hogy lehet, hogyha tehát valamiért az emberek lábát rögtön, hogy most úgy jobban szemügyre veszem. Ez nem kérdés. Tehát hogy én azért voltam, ahol a rendezvény is volt, hogy milyen jól együtt bulizott mindenki. Ez fontos, hogy kimozduljon. Hát ki kell mozdulni. Persze, tehát hogy kell egymást is segítsük. Kell egymást, hogy hát figyelj, vannak olyan műlábasok itthon, akik hegyet másznak. Hát emelem az összes kalapot, soha fel, ha fizetének nem másznék felért, de hogy olyan dolgokat véghez visznek, ami no, eltörpül, mert nem veszik észre, nem a cselekmény törpül el, hanem azért, mert nem figyelnek rájuk eléggé. Na, ha már most ezt szóba hoztam, ott voltál az Erős Zsoltról készült uh-huh filmnek a bemutatóján, ami, ha így jól vettem ki, akkor azért megérintett. Én is találkoztam vele személyesen, tehát az emberben azért négy nyomot tudott hagyni Zsolt azokkal a, vagy azzal a hozzáállással talán, hogy ő az életet élte, vagy ezt az egészet. Mi az, ami leginkább most megmaradt, itt ülünk 2022 végén ebből a filmből? Tehát mi az, ami miatt valakinek azt hogy ezt mindenképp nézd meg. Zsolt az, vagy valami más dolog? Érdekes a kapcsolódás, és mindjárt értenek fog, hogy Jakubcsak, amit említetted, én hozzájártam 18 évvel ezelőtt szemináriumi órákra, az első interjú alanyom Erős Zsolt volt. A legelső. Nagyon érdekes. És aztán a legelső tévés szereplésem láb nélkül, kerekesszékbe, mellett a Sterczel Hilda volt a vendég. Tehát annyira érdekes az élet, és a Hildával voltunk egy talk show-ba ketten, aha, és utána a Hildával mi azóta így néha egymásig is jóba maradunk, és én ebben a filmben, hát csak a hangom hallatszik, de egy riportert játszok, hát a lábam nincs benne, tehát semmi, igen, tehát hogy köksz, nem hallasz. Tehát, hogy de tök jó volt részleni benne. Ebből a filmből nekem pont amiről a film szól, a Hildának a kitartása fogott meg, az élethez való hozzáállása, hogy ezt feldolgozta, hogy milyen traumákon ment, tehát hogy a média, hogy milyen szemét tud lenni. Tehát, hogy ezt azért tudjuk, hogy szétkapták, és hogy milyen belső harcokat vívott meg. Tehát, hát ez csak zárójelben jegyzem meg, amikor én a mediátor képzést csináltam, akkor ott az egyik feladat az volt, ami számomra akkor is megdöbbentő volt, most is talán olyan rossz érzésem van, uh-huh, amikor az volt a feladat, hogy osztuljunk két csoportra, az a téma, hogy hiért egyet azzal, hogy Erős Zsolt, miután amputálták a lábát, mégiscsak fölmegy, felelőtlen hozzáállás-e uh-huh az, hogy itt hagyja a családját, aki egyetért ezzel is, ennek gondolja, az álljon ide, aki azt gondolja, hogy nem is. Mert ez az ő. És hogyan tudjuk egymást meggyőzni, és tulajdonképpen ez uh-huh a kétpólusúság, hogy ki hova állt, az átrendeződötte. Nagyon komoly viták voltak, nagyon komoly véleményütköztetések, de nem maradt meg bennem valamiért jó élményként például ez a feladat uh-huh ott akkor. És sokat szoktam azóta is ezen gondolkodni, hogy Zsolt például itt hagyott valami ilyen jellegű nagy komoly kérdést erre a társadalomra, amit lehet, hogy pont a felesége képvisel ilyen erősen, abszolút, is ezzel az álhatatosságával. És azt gondolom, tehát, hogy én tökre megértem egyébként a Zsoltot, az élete volt az, hogy figyelj, levágták a lábát, és ő kérte, ugye, hogy amputálják, mert hogy utána teljes életet tud élni.
És ő valahol ugyanazt csinálta, hogy ő teljes életet akart élni. Hát az volt a szerelem. Tudta nagyon jól, hogy van egy... Szerintem az... És nem ismertem meg, most én nem akarok semmit mondani. Nyilván a családját szerette. Hát hogy ne szerette volna? Ugye ebben is nagy viták vannak, de... Ki, mit tudom én, hogy hol az igazság? Én azt látom, amit itt az ember látott, amit tudok, hogy biztos, hogy nagyon nehéz volt ez feldolgozni a gyerekeknek, a Hildának. Hát ez a gyász folyamat a lehető legnehezebb szerintem. Az emberi akarat szerintem, amiről szól nagyon ez a film. Mind a két oldalról, akarat a Zsolt oldaláról, és akarat a Hilda oldaláról, hogy akarat, hogy újra talpra álljak és új életet kezdjek. Vagy szól egy kicsit az elfogadásról is, ez ugye nem az elcsépelt részét értem, abszolút, hogy most mindenki arról beszél, hogy így elfogadjuk a másikat, vagy úgy, de látod, hogy kimondtad a kulcs szót. Az elfogadás elcsépel, de tudod, mert mindenki ezt bombázzuk az Instát, a Facebookot és mindent, meg bepózolunk egy jó íróasztal. De én pont nem ezt az oldalát gondolom, hanem ugye... És a gyakorlatban, meg durogtatjuk, de gyakorlatilag ez válik. Nem, ilyen elcsépeltékhez válni ez az elfogadás, és közben meg nagyon tettek, oly kevés. De az elfogadást olyan szinten, hogy elfogadom, hogy a másik más is nem olyan, mint én, tehát hogy át fog tudni íródni ez a dolog, tehát ezért... Szerintem messze vagyunk ettől, nem? Nagyon messze, csak hogy vannak ilyen dolgok, amik ugye a közéletben tényleg át kell, hogy íródjanak, mert ez sem szól másról, és Erős Zsolt története, az annyira érdekes volt, hogy érdemes volt filmet csinálni belőle, de valamiért, miért, hogy tükröt tudjunk mutatni annak a társadalomnak, akinek talán mi is ezzel a beszélgetéssel akarunk valamiféle tükröt, ami persze egy jótékony hatású tükör, nem arról szól, hogy valaki most valamit rosszul csinál, de hogy ez ebből a tükörben néha érdemes belenézni. Érdemes lenne belenézni, lenne. Meg a tükröt nem fordítva fölrakni. Igen. mert sokszor fordítva van fönn. Roli, volt neked bakancs listád, amikor ez történt? Ugye sokan mondják ezt, vagy most van, gondolkozol egyébként ilyenem, vagy azt mondtad, hogy éled úgy az életet, hogy ne legyen bakancs lista, hanem amit az ember érez, azt csinálja. Én úgy élek most, hogy azt csinálom, ami jól esik, de hát olyan vágyaim vannak, ami szerintem millió embernek. Én rengeteg országba elmennék, kultúrákat megnézni, élni. Élnék 100 000 évig, mint mindenki. Nekem ami mostanában nagyon benne van, és lehet, hogy azóta, az idő olyan mértékben az ellenségem lett, és tudod, ahogy már én is lassan 40 vagyok, most kezdem felfogni, öregszenek a szüleim, belenézek a tükörbe, öregszek, amikor most jöttem fel hozzád, vonattal jöttem föl, egy fiatal csávó, egy tök filigrán csávó, úgy köszönt, hogy jó napot kívánok, leülhetek, és azt értem, hogy rohadék. Tehát nem hiszem, de azt mennyi, hogy igen, mennyire próbálok küzdeni. Én rendkívül jó vagyok, utálom, hogy öregszek, tehát utálom. Az idő múlását nem tudom elfogadni. Uh-huh. Nem tudom elfogadni, hogy elmennek szeretteim. Nem tudom elfogadni, hogy a jó dolgok elmúlnak. Uh-huh. Jönnek helyette jók, de én nagyon ragaszkodok a jóhoz, a megszokott sémához. Ha lehetne, most megállítanám az időt 50 évre, aztán a következő évben megnőtt. Annyira rövid az életünk, és annyi már szakmát kipróbálnék. Életem... Például mit? Figyelj, én ha lehetne újra, ha 21-22 éves lennék, akkor én imádom Magyarországot, én biztos, hogy több országban élnék, én valami turizmussal foglalkoznék, valami olyan, ahol kultúrákban jobban bele megyek, sokkal jobban figyelnék arra, hogy a nyelvtudásom tökéletes legyen. Ez egy elhibázott rész, nem tudok már rajta változtatni, de én nagyon más. Miért nem vágsz bele akkor valami ilyesmi? Ott van az újságíró Vénád. Abszolút gondolkozok. Én is szeretem utazni. Menjünk, csináljunk egy közös műsort. Örülnék. Én ebben nagyon sokat gondolkoztam, valami vlogot csinálnom, elindulni külföldre. Képzeld, hogy én is gondolkodtam ilyenben. Nem mondod. De egy utolsó kérdés, amit mindenkinek felteszek, akik a beszélgetés sorozatnak a vendégei, hogyha egy nyitott mondatot adok neked, vagy kapnál, hogy azért vagyok hálás, mert akkor mi az, ami elsőre beugrik? Azért vagyok hálás, hogy ilyen szuper a családom. De érdekes, én ezért, hogy ezt mondod. Ez tehát, hogy de nélkülök nem ülök itt. Tehát, hogy ha nincsenek ők, akkor én nem vagyok jókedvű, nem vagyok kedves, nem vagyok, nem vagyok rossz. Tehát, hogy minden, ami vagyok, és nem állok talpra. Uh-huh. És mondtam, amíg élek, hálás leszek nekik. Tehát, hogy, és ez kapásból, hogy nem kellett rajta gondolkoznom, mert nekem az most a legfontosabb, hogy az ő egészségük és boldogságuk meglegyen. Akkor már, tehát ez olyan érdekes, hogy én mindig így éltem, hogyha valakit szeretek, és tudom, hogy az ő élete nincs simán, nem tudok felhűtlenül boldog lenni, mert kattogok azon, hogy basszus, én most itt viháncolok, meg tök jó, meg tök happy, de közben a lelkem egy része meg meghal benne, hogy a másiknak meg tök rossz. Hát ez végszónak se rossz, és azért is hallgattam itt el már, hogy 10-ből szerintem lehet, hogy 9 ember biztos úgy fejezte volna be a te helyedbe, hogy azért vagyok hálás, mert élek, vagy mert itt maradtam, vagy mert hogy kaptam egy újabb lehetőséget. Uh-huh. Számomra is kicsit váratlan volt, hogy ez volt neked, ami spontán jött, ami egy csodálatos dolog, ha belegondolsz. Főleg azért, mert a mi első találkozásunk valóban egy olyan kerekasztal beszélgetés volt, ami
aminek az volt a cím, hogy nem vagy egyedül. Így van, így van. És hogy az életben mennyire így van ez, csak és egy újabb hinnem... kapcsolódás van. Igen, fura. Igen. De mi kapcsolódunk igen, valahogy mindig igen. valahogy. És ez, hogy nem vagyunk egyedül bármilyen bajban, ez nyilván sokszor rajtunk is múlik, nem abszolút. Csak mindig kívülről kell várni ezt a segítséget. Nagyon örülök, hogy nagyon jól beszélgettem megint. De jó. Ne várjam el egy évet újra. Jó. Köszönöm szépen. Szóval Máté Roli volt a vendégem, ugye Befejezetlen mondatok című beszélgetés sorozatban. Köszönöm szépen hallgatóinknak is a figyelmet. Akik előző beszélgetésénk tartalmára kíváncsiak, a Porkoláb Gyöngyi YouTube csatornára feliratkozva meghallgathatják ezeket, és hát természetesen a Rolival készült beszélgetés is hallgatható lesz. Nagyon szép napot kívánok neked, Roli, és egy visszavonatozás lesz még ma, ugye? Abszolút, igen. Nem baj, én szeretek vonatozni, nincs az a baj. Tök jó. Köszönöm szépen hallgatóinknak is a figyelmet, a viszont hallásra búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Porkoláb Gyöngyi.